Kis Károllyal, az MVM Paks vezetőedzőjével beszélgetünk a csütörtöki mérkőzésről, amikor is az első Európa Ligás mérkőzését játssza a csapatunk. Milyen várakozással nézünk ez elé a találkozó elé? Természetesen szeretnénk az első fordulón túljutni. Úgy gondolom, hogy jó a sorsolásunk, bár ez majd csak akkor derül ki, hogyha két mérkőzésen túl leszünk. Ellenfelet feltérképeztük, már amennyire lehetett, hiszen ott is szünetel a bajnokság, ez nyilván nem előny. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy előző évben is indultak az Európa Ligában. Ott egy Mogren nevű montenegrói csapattól estek ki az első fordulóban. Lebecsülni nem szabad az ellenfelet, azonban úgy gondolom, hogy a Pakstól jogos elvárás ez, hogy jusson tovább a Santa Coloma csapata ellen. A felkészülésünk jó sikerült, bízom benne, hogy ezt tudjuk is bizonyítani. Az, hogy a pálya, ahol játszani fogunk, úgy 1000-1100 méter magasan van, az jelente problémát? Megítélésem szerint nem. Tehát ez még határeset. Úgy gondolom, hogy ezzel nem lesz problémánk. Uh-huh. Ugye említetted, hogy kicsit sötét ló ez az andorrai csapat. Amikor így készül egy csapat, tehát hogy nem feltétlen tudja, hogy mire számíthat, akkor az mennyire befolyásolja az edző döntését, vagy pontosabban milyen irányban befolyásolja? Tehát azért nem teljesen ismeretlen számunkra az ellenfél, hiszen ami lehetséges információt lehetett, azt összegyűjtöttük, és ez alapján azért tudunk olyan hibáikat, amire készültünk is, hogy majd azokat kihasználjuk. Gondolok itt arra, hogy a rögzített játékhelyzeteket gyengén védik, illetve azért úgy érzem, hogy egy magyar csapatnak mindenféleképpen dominálni kell, tehát egyrészt játszani kell a saját játékunkat, másik pedig az, hogy amit már említettem, hogy azért látunk egy pár mérkőzésüket, azt lehet látni, hogy egy temperamentumos csapatról van szó, elég sok sárga lapot kapnak, nagyon sokat reklamálnak, illetve azért azt kell, hogy mondjam, hogy ezeken a felvételeken látszik, hogy azért egy-egy olyan helyezkedési vagy taktikai hibát is elkövetnek, amit majd ki lehet használni. Nagyon szépen köszönöm az előzetest, és akkor sok sikert kívánok. Köszönöm.